könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj rajtunk. Következő stáció felé az üdvözlégy Máriát kell mondanunk. Merre kell indulnunk? Jó. Akkor üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr vagy veled, áldott vagy te az asszonyok között. Ott a következő, addig már egy kicsit kérdezhetek. Nem, csak egy kicsit vezetek. Mi atyám? Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Hatodik állomás. Már? A Zsoca olvassa a hatodikat. Sziasztok! Melyik osztály? Négy. Nem a Zsoca olvassa? Hetediket olvassa. A következő. Hatodik állomás. Imádunk téged, Krisztus, és állunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Ahogy a városon átmenettek a átmenettek, sok emberrel találkoztál. Sokan csúfoltak, mások élve és elborzadva néztek, de csak Tacsi! Meg is lögtek a nagy tolongásban. A katonák is taszigáltak, hogy gyerünk.
8. állomás. Jézus vidatkozik a Jeruzsálem lányait. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Sokan sajnáltak téged, Jézus, és hangosan sírtak látva szenvedésedet. Te azt mondtad nekik, hogy ne téged sajnáljanak, hanem gondolják végig, vajon ők és családjaik Istennek tetsző életet élnek el. Segíts minket is, Istenünk, hogy sajnálkozás helyett kezdjünk el igazán szeretni, akkor is, amikor nehéz. Könyörülj rajtunk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Harmadszor esik a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert Szent Kereszten által megváltottad a világot.
Isten is segíts minket, hogy minden bajban tartsunk azok mellett, akiket szeretünk, és akiket rám bízszál. Könyörülj rajtunk, Úr! Kérváljuk, mit elmondjuk. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, amen. Amott menjél föl!